Sziasztok, én Arnold vagyok, ez pedig a Binox Customs. Mai videóban nem fogok kártyát készíteni, de így sem maradtok kártya nélkül, ugyanis a videó címe az, hogy Kornél 3x3, és ebből nagyon nehéz kitalálni, de Dávid Kornélról lesz szó. Az első hármas olyan három kártya lesz, amit régebben elkészítettem, majd azt el is ajándékoztam. 2015-ben, amikor újra csatlakoztam a hobbiba, szerettem volna magamnak olyan Kornél kártyákat készíteni, amilyen nem létezik. Kornélról ugyanis csak Chicago Bulls mezes kártyák vannak, és én szerettem volna, hogy Clevelandes, Raptorsos és Detroit Pistonsos kártya is legyen belőle. A Clevelandes kártyát azt az első fröccsenős dizájnomra húztam fel, a Raptorsosat egy ilyen retro dizájnban alkottam meg, a Pistonsos pedig egy ilyen kis mezalakú kártya formában jelent meg. Egy nagyon kedves gyűjtőtársunk pedig segítséget nyújtott nekem abban, hogy ezek a kártyák alá is legyenek írva, elvitte egy Trash Talk forgatásra, ahol Kornél ezeket szépen aláfirkantotta. Ezeket a kártyákat én nem tartottam meg, évekig nálam voltak, de úgy voltam vele, hogy vannak ezeknek a csapatoknak gyűjtői is itthon, egy Cleveland gyűjtőhöz került a Clevelandes, egy hazai legnagyobb Pistons gyűjtőhöz került a Detroitos, elajándékoztam őket. A második hármasunk pedig nem más, mint az én saját hármasom, aminek az első tagja az egy ilyen szép Chicago Bulls mezes. Ez egy autentik Bulls mezből készült, nevéből az I betű került ide bele, és azt írta alá. A második kártya pedig nem más, mint egy buklet, egy vertikális buklet, ami számomra azért különleges, meg azért áll a szívemhez közel, mert ez egy Boston Celtics-es Kornél kártya. Ugyan Kornél nem játszott a Celtics csapatában, de egy nyári liga alkalmával mégis benn volt egy válogatón, ahol az Atlanta Hawks ellen is játszottak éppen, és ezt a képet örökíti meg a kártya. Amikor ezt elvittem a Trash Talk forgatásra, és Kornél meglátta, akkor csodálkozott is, hogy honnan szereztem ezt a képet, mert ezt még ő se látta, és azt is elárulta, hogy ez a mez, ami magán a képen is szerepel, az nála otthon megvan a gyűjteményében. A harmadik kártya pedig nem más, mint egy oversize lap, egy hatalmas kártyát készítettem a Soul of the Game sorozatomnak a mintájára, és így készült el ez a kis apróság, mert hogyha megnéztek egy normál kártyával összehasonlítva, hát nem kicsit nagyobb. Ebbe a kártyába egy nagyon szép Bulls logót tettem bele, mert már régóta agyaltam azon, hogy ebből az autentik Bulls mezből, ennek ott a nyakán fönn volt a Bulls logó, és azon agyaltam, hogy vajon milyen kártyába lehetne ezt beletenni, mi az, ami arra érdemes, hogy belekerüljön, és amikor ezt kitaláltam, akkor voltam, hogy na, most jött el ez a pillanat. A harmadik hármas pedig nem más, mint amit nektek szeretnék ajándékozni, ez az oversize lapnak a normál kivitelezésű verziója. Erre a három kártyára úgy tudtok majd jelentkezni, hogy a leírásban is leírom az e-mail címet, hogy hova el kell küldeni a videó egyik pillanatában felvillanó kódot, és aki megteszi ezt, az sorsoláson vehet részt. Minden videóban egy kártyát fogok kisorsolni, és aki az adott idő intervallumon belül jelentkezik, annak van esélye, hogy megnyerje ezt a kártyát. Az első kártyára október 15-éig tudtok jelentkezni, annyi a lényeg, hogy az e-mail címre küldjétek el ezt a kódot, amit most felvillan, és azok közt fogom kisorsolni, akik 15-i határidőn belül elküldik ezt. E-mailben fogom értesíteni a nyerteseket, és ha lehet, akkor küldjetek is képet, ha megérkezett, mert majd bevágom egy videóba. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, dobj egy lájkot, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!